Megkezdődhetnek az engedélyköteles útépítések is a városban. A harmadik szakaszban kiválasztott kivitelező 4 utcában végzi a munkát. Megtörtént a harmadik döntés, illetve javaslattétel is, így szabad az út a útépítések kivitelezését, illetően valamennyi utcában. Milyen döntés született? Pénteki nap folyamán, szeptember 4-én 12 óra 15 perc körül ülésezett a közbeszerzési munkacsoport, és a munkacsoport a közbeszerzési tanácsadó javaslatát hagyta jóvá, melyben a döntés értelmében közel 75 millió forintos keretösszegben a Eurocampus Kft., az EGRI Eurocampus Kft. Nyerte meg a közbeszerzési eljárás során a kivitelezési munkálatokat, melyeket, hogyha minden igaz, szeptember 14-től fognak kezdeni, és az 2 hónapon keresztül, vagyis 60 napig fog tartani. Az utcák tekintetében ez az engedélyköteles utcákat érinti, ez az Ötvös utca, Kossuth utca, Muskátli és Hölgyes utcát szakaszát érinti. Ezeknél van, hogy leállósávot, vízelvezető árkot, és van olyan része is például az Ötvös utcának, ami eddig földes utca volt. A város igazából egyetlen földes utcája, az üdülővezetben még azért találhatók, de a lakott részen ez volt az egyetlen, ami most kivitelezésre fog kerülni. Azt gondolom, hogy az eljárás során, mivel 9 árajánlatot kiadtunk be, és 2-szer is nekifutottunk, mert hogy a keretösszege először magasabb volt az árajánlat, amit kaptunk. Ennek oka az lehetett, hogy 2013-as becsült összegek alapján állítottuk be a rendelkezésre álló forrás, de sikerült átcsoportosításokkal egy közel a rendelkezésre álló források környékén lévő kivitelezési árat kapni. Azt gondolom, hogy megfelelő döntés született, és még határidőben el fog készülni.